Hatékonyság növelés. Elérkeztünk a könyvemnek a második nagy részéhez, erről mindjárt beszélek, de mi is a mai napi vlognak a témája? Hát a hatékonyság növelésről kezdünk el beszélni, és egy olyan probléma faktorból indulunk, hogy feltehetőleg mindannyian éreztük már azt egy nap, hogy nincs elég időnk elvégezni az összes feladatunkat, és ez egy ilyen frusztrációt okozott. De az életünk így működik, a magánéletünk, a munkánk, és minden területen kell valahogy megpróbálnunk balanszírozni, hogy mindenre jusson időnk, és el tudjuk végezni a kötelességeinket is. Váltsunk szöget. Mennyivel jobb ez? A lényeg, hogy a jó hír az, hogy erre van egy csodafegyver, hogy mindezzel meg tudjunk küzdeni, és mi kerüljünk ki győztesen a játékból, és a titkos csodafegyver neve a maga a hatékonyság növelés. A jó és rossz hír viszont az, hogy csak magunk tehetünk érte, ez talán a rossz része, a jó viszont az, hogy ez nagyon könnyen fejleszthető és sokkal egyszerűbb praktikákkal el lehet érni brutál eredményeket, mint ahogy gondolnánk. Engem Szántó Péternek hívnak, és hogyha még nem találkoztunk, akkor azt kell tudnod, hogy a csatornám életében először most indítok el egy napi vlogot, ugyanis megjelenik egy könyvem a HVG kiadásával, ez egy bakancslistás álmom volt. A címe az az, hogy Vágy valóra, hatékonyságnövelés, én márka, lifehack-ek vannak benne, és úgy döntöttem, hogy mindegyik fejezetről csinálok egy napi vlogot, és amúgy a könyv három nagy részből áll. Az eddigi napi vlogok szóltak az első részről, ami hogyan válj vezetővé, nagyjából erről szól. A második rész pedig az, hogy hogyan valósíts meg ugye ez a hatékonyságnövelés. A harmadik rész majd később lesz, hogyha már tudod, hogy mit szeretnél, tudod, hogy valósíts meg, akkor ezt miként kommunikáld. A lényeg, hogy most elérkeztünk a második nagy részre, a hatékonyságnöveléshez. Tök izgalmas, szerettem a napi vlogokat, ha nem vagy feliratkozva, és érdekelnek ezek a témák. Nyomj rá a csengőre! És még a feliratkozás gombra is volt fordítva, ahogy szokták mondani. Meg még egy fontos dolog, hogy a like gomb alatt a leírásban vannak online képzéseim, mind personal branding, mind pedig hatékonyságnövelés kategóriába. Remélem a vlog végére meggyőzlek, hogy legalább csekkold le, nézd meg, vagy akár rendeld meg a könyvet. Elég hosszú volt ez a bevezető, jöjjön az intro, kezdjük el a vlogot! Az elvesztett időt sosem találjuk meg újra. Benjamin Franklin. Minden napi vlogot igyekszek egy inspiráló idézettel vagy gondolattal kezdeni. Ez volt az. És hogyha már hatékonyság növelés, a legfontosabb dolog a priorizálás, hogy a prioritásokra fókuszálj. Itt is azokra, amiket te a legfontosabbnak tartasz, és méghozzá sürgős is. Ilyen most, hogy töltsem a kocsit, úgyhogy elmegyek és töltöm is a kocsit. Elmagyarázom, hogy miért azt mondtam, hogy sürgős és fontos. Úgy lehet az egész életet szerintem a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy azzal töltsd az idődet, amit szeretsz, ami a legfontosabb neked, és érzed azt is, hogyha ma ezt megcsinálom, ezt a fontos dolgot, ennek van olyan prioritása, tehát hogy amit szeretsz, azzal töltsd az időt, amit meg mondjuk nem annyira szeretsz, vagy nem annyira fontos, azt iktasd be egy későbbi időpontra, akár delegálhatod is azt, vagy egyáltalán iktasd ki az életedből úgy, ahogy van. Ebben segít az Eisenhower Matrix, ami egy ilyen 2x2-es táblázat, és úgy van felosztva, hogy fontos dolgok, sürgős dolgok, és ugye így tud négy dolog találkozni. Azt mondja gyakorlatilag, hogy ami a fókuszt igazából arra kell rakni, ami fontos és sürgős. Ezeket csináld meg. Majd azokat a dolgokat, ami fontosak, de nem olyan sürgősek, tervezd be, hogy mikor fogod megcsinálni. Nagyon-nagyon lényeges a határidő napló. A nem fontos, de sürgős dolgokat delegáld, tehát próbáld meg megoldani, hogy ne te kelljen, hogy elvégezd azokat a feladatokat. És persze ott van rengeteg minden az életünkben, ami nem is fontos és nem is sürgős. Azokat töröld, iktasd ki. Ha mindig arra koncentrálsz, amit szeretsz, és töretlenül kitartasz mellette, akkor megtörténik a csoda, és könnyebben, hatékonyabban tudsz eljutni a célodig, és érhetsz el sikereket. Ha úgy tetszik, ezt az egész mechanizmust nevezhetjük a vonzás törvényének, persze semmilyen spirituális kötődés nélkül. Na most töltsük a kocsit.
A következő a helyzet. A következő rész ugye az, hogy 4 hatékonyságnövelési trükk, amit instant tudsz használni. Fel is vettem őket, miközben töltöttem a kocsit, de a mikrofont nem kapcsoltam be. Éljen egy ügyetlen napi vloggernek az élete. Legalább belelátok egy ilyenbe, úgyhogy úgy gondoltam, hogy legyen egy ilyen típusú beszélgetés, hogy itt ülünk a kanapén és egymással beszélgetünk, úgyhogy legyen ez a setup, és kezdjük az első hackkel, ami az, hogy iktasd ki a zavaró tényezőket. Ez lényegében azt jelenti, hogy a telefonodat, az értesítéseket, a social felületeket, azokat az oldalakat, híroldalakat, bármi, amit nézel, iktasd ki. Ugyanide tekinthető mondjuk a zene, tehát mondjuk ne azokat a zenéket játszd, miközben dolgozol vagy tanulsz, amikre a legnagyobb megőrülős buli van, vagy a kedvenc koncertjeidnek az éneklős számai, hanem találd meg és kísérletezd ki, hogy mi neked az a millió, az a környezet, az a körülmény, amit ki tudsz alakítani, amiben teljesen az adott feladatra, taskra tudsz koncentrálni. Használhatsz ilyen blokkoló alkalmazásokat, amivel nem tudsz mondjuk Facebookra felmenni, vagy nem tudod az e-maileidet csekkolni. Repülőgépüzemmódba rakhatod a telefonodat. A lényeg, hogy minden zavaró tényezőt, ami számodra zavaró tényező, azt iktasd ki. Második, hogy tarts szüneteket. Abban megegyeznek a kutatások, hogy fontos, hogy bizonyos időközönként tartsunk szüneteket, hogy ezt milyen rendszerességgel, hogy csinálod, azt megint ki kell kísérletezni. Valakik arra esküdnek, hogy mondjuk minden óra után 10 perc, van a Pomodoro technika, ami azt mondja, hogy 25 perc fókuszált meló, 5 perc pihi, 3-szor ismétlés, utána pedig fél óra pihenés lehet. Ez is egy olyan dolog, hogy meg kell nézni, hogy neked mi működik, de az biztos, hogyha pörgeted magad, és már kimerült vagy, és nem hagyod abba, mert nem vagy kész, az nem fog működni, mert kb. Olyan leszel, mint egy törött pumpa, ami próbálja magából kipréselni az eredményt, de elég nehezen megy, vagy lehet, hogy nem is fog működni. Harmadik, hogy mindig a legnehezebb feladattal kezd. Habár mindenki más napszakban a leghatékonyabb, de ugyanúgy írok kutatásokra a könyvemben, amik szerint az ébredés utáni néhány óra tud lenni a leghatékonyabb, legproduktívabb az ember életében, nyilván ki kell tesztelni. Remélem, hogy úgy ébredsz fel általában, hogy aludtál 8 órát, hogy megcsináltad a reggeli rutinodat, volt egy kiadós reggeli. Amúgy a rutinokról majd lesz egy külön vlog, és külön részletesen írok a könyvemben is. Hogyha később nézed, mint ahogy kijött ez a vlog, akkor viszont ide be is rakom kártyába a reggeli rutinokról szóló külön kis értekezést, illetve nyilván a könyvet is vedd meg. A lényeg végül is az, hogy a lehető legmagasabb energiaszinten tud a legnehezebb feladatodat elvégezni. Ezt ki kell kísérletezni, hogyha valaki mondjuk a délutáni órákban érzi magát a legproduktívabbnak, akkor úgy kell kialakítani a rutinokat, úgy kell felépíteni a napot, hogy amikor neki kezd, akkor a legjobb tudás szinten legyen, és itt is, mint mindennél, próbálni, teszteld le, hogy neked mi működik, de hogyha rájössz, és ezt alkalmazod, az tényleg egy csodafegyverként hat. A negyedik tipp, hogy ne multitaskolj, azaz egyszerre csak egy dolgot csinálj. Az egyik legnagyobb tévhit a világban, oltári baromság az, hogyha mindent egyszerre megcsinálunk és fókuszálunk, és ezt is intézünk, e-mailezünk, csináljuk a prezentációt, tanulunk közben, telefonálunk, akkor vagyunk a leghatékonyabbak, hiszen mindenben haladunk előre. A probléma az, hogy az emberek nem így működnek, nem így vagyunk betrótozva, és ha csak nincs valamilyen szuper képességed, amivel tényleg egyszerre tudsz 1000 dologra koncentrálni, sokkal nagyobb kárt teszel magadban és az eredmény felé való haladásban, mint hogyha szépen beosztanád, beterveznéd, és akár az Eisenhower Matrix alapján megcsinálnád, hogy mi a fontos, sürgős most, mit delegálsz, mi az, amit mondjuk beütemezel egy későbbi napszakra vagy egy másik napra, és mi az, amit kiiktatsz teljesen, és nemet mondasz. Rá. Lényegében a megosztott figyelem az fél eredmény. Akkor van optimális hatékonyságod, hogyha egyszerre egy dologra fókuszálsz. Persze vannak olyan kisebb taskok, ami mondjuk az Eisenhower Matrixban ott van, hogy nem fontos, nem sürgős, hogy az valamiért el kell, hogy végezd, hogy akkor csinálhatod egyszerre, csetelsz néhány emberrel, közben elküldesz e-mailt, jöhet egy telefon, de itt ugye, amiről szó van, azok a fontos feladatok, amiken a legnagyobb hatékonysággal kell, a legjobb jelenléteddel kell, hogy dolgozz, ott tényleg úgy a legoptimálisabb, hogyha mindig egyre fókuszálsz. Habár a mai vlogban nem lesznek lifehack-ek, de
a kis kanapé beszélgetésből menjünk át a lifehack-es setupra, és ott el fogok mondani 4 akadályt, ami a hatékonyság növeléssel szemben van, és hogyan tudod egyből leküzdeni. Oké, szóval akadályok. Ha nincsen egy határidő szabva, akkor sosem fog összejönni, vagy legalábbis nagyon nehezen. Írd be a mobilodba, a naptáradba, egy post-itre, bármire, de legyen egy határidő, és hogyha abban hasonlítunk, hogy a last minute-be csinálod meg, mint nagyon sokszor én szoktam, még akkor is van eredménye, mert ott van a fejünkben egy ilyen súly, hogy meg kéne csinálni abban a pillanatban, és el kell végeznünk, mert magunknak tettünk egy ígéretet. Hogyha magunkat sokszor hajlandóak vagyunk mondjuk átverni, akkor csináltunk egyet, hogy megkérünk egy barátunkat vagy munkatársunkat, hogy kérjen minket számon, és hogyha nem csináljuk meg, akkor nagyon egyszerű, fizetünk neki 500, 1000, 5000, akármennyi forintot, tehát érezzünk egy ilyen büntetést, hogy el kell végezni, és ugye ha elvégezzük, akkor meg jutalmazzuk is meg magunkat. Na a második akadály, hogyha túlzottan maximalista vagy. Úgy vagyunk programozva, hogy mindent elsőre tökéletesen meg tudunk csinálni, de ez nagyon ritkán vagy szinte sosem sikerül így, és amúgy is kontraproduktív. Ha így állunk hozzá, az kontraproduktív, plusz demotiváltak leszünk, hiszen úgysem sikerül elsőre tökéletesen, és ez már egy ilyen negatív szájízt, egy rossz hangulatot eredményez, és már nem fogunk tudni annyira jól teljesíteni olyan jókedvvel, elmélyülten, fókuszáltan a feladatra koncentrálni, csak azért, mert elvesztettük a motivációnkat, meg idegesek leszünk amiatt, hogy jaj, de nem sikerült olyan jól. Done is better than perfect, then iterate. Ahogy a Facebooknál szokták mondani, legyen kész, aztán még lehet rajta úgy is dolgozni, hogyha valamin változtatni kell, akkor változtatunk. A lényeg, hogy csináld meg, végezd el olyan hatékonyan, olyan gyorsasággal, ahogy csak tudod, aztán kérd ki valakinek a véleményét, munkatársaidnak, főnöködnek, partnerednek, barátaidnak, bárkinek, és az objektív visszajelzéseik alapján majd ugyanúgy változtathatsz, de legalább kész van. Pont a napokban voltam egy sztori, valakinek segítettem egy ilyen kiajánlót elkészíteni, és már eltelt egy hét úgy, hogy elkészítettük az első verziót, és még ült rajta, még ez, még az, és mondom, küldd ki, jó lesz ez. Lehet, hogy pont akinek kiküldött fogadni egy visszajelzést, és úgy is lehet rajta változtatni, majd hogyha egy második, harmadik, tizedik embernek elküldjük. Done is better than perfect. Harmadik, hogyha nincs energiád. Ez lehet álmatlanság, vagy bármilyen kimerültség, mert nem jól lettél, rossz a kedved, de hogyha nem vagy olyan energia szinten, akkor úgysem fogod tudni olyan hatékonysággal elvégezni a projektet. Na jó, de akkor mit is lehet ez ügyben csinálni? A szerencse az, hogy lehet ezen segíteni, igazából a megfelelő rutinok kellenek, olyan triggerek kvázi, amivel hogyha érzed, hogy egy ilyen negatív hullámba vagy, akkor is ki tudod magad hozni. Erről részletesen írok a könyvben, lesz is róla vlog, hogyha már kijött, mert későbben nézed meg, akkor itt megtekinthető. A negyedik akadály, hogyha rosszul osztod be az időt, pont amit mondtam, hogy erre nagyon hatékony egy határidőnapló, vagy posztitek, vagy akár nap elején csak felírod azt a 3 feladatot, amit el szeretnél végezni. Részletesen írok erről a könyvben, lesz is erről ugyanúgy vlog. A lényeg, hogy próbáld magad amennyire csak tudod kiismerni, és ennek megfelelően ütemezni a dolgaidat, beosztani az idődet, hogy mindig olyannal foglalkozz, ami az adott tudatállapotba, energiaszinten a legjobban megy neked. Nos, ennyi volt ez a bevezető blog a második nagy részre, a hatékonyság növelésre. Hogyha most találkoztunk először és nem vagy feliratkozva, akkor mindenféleképpen nyomj rá a feliratkozás gombra, mellette a csengőre, ugyanis holnap már beleásunk mélyen, fókuszálással és a nemetmondással fogunk foglalkozni. Amúgy, ha tetszett ez a vlog, akkor nyomj a like gombra, illetve küldd el valakinek, akiknek segíthet ez a gondolat. Gyere át Instagramra is, ugyanis most naponta jövök gondolatokkal, tartalmakkal a könyv kapcsán, valamint a like gomb alatt a leírásban ott van a könyv, már megrendelhető, illetve az online kurzusaim is, az én márkaképzés, a produktivitás képzés, van egy ingyenes verziója, de egyből be is fizethetsz és belevághatsz, nagyon átfogó az egész. A lényeg, hogyha itt vagy és ezt megnézted, köszönöm szépen, remélem még találkozunk. Szia! Sziasztok!